Sziasztok, ez az Újpát Alkockátiban, és ezúttal egy újabb DVD csomag különlegességet mutatok nektek. Így a Sherlock első évad, és mondjuk a Boardwalk Empire után, talán ezekhez lehet leginkább hasonlítani, de leginkább a Sherlockhoz. Ez pedig nem más, mint Idris Elba főszereplésével, aki azóta szinte majdnem minden nagyon eléggé filmben játszik. Luther sorozat első évada, 3 DVD-s díszdobozos kiadványjal. Én még nem láttam a sorozatot, de mindenki ajánlott, hát gondoltam, miért ne vegyük meg. Főleg, hogyha ilyen jó áron van, 2500 ér volt, talán még annyi se. A pak. És hát sorozaton belül ez egy jó áron, akkor 5-6-7 ezerekért láthattok híradókat. Persze mondhatjuk, hogy ez a sorozat nem olyan hosszú, ugyanis egyrészt úgy van megcsinálva, mint a Sherlock Holmes, igen, hogy másfél órás, és csak 3 rész van néha egy évadban, mondjuk ilyen pillanatban ebben az évadban 6 darab rész van. És az egy másfél órás részek vannak egyenként. Mit mutatunk el a DVD-ről? 312 perc játékidő van rajta. 2.0-as magyar és 5.1-es angol hanggal, de van 2.0-as angol is, akinek az kell. Illetve 16 év fölöttnek, vagy auliaknak nem ajánlott, ezt fontos megjegyezni. Ez is egy durva sorozat. Viszont sokszor angol humor is van benne, illetve hát nagyon hasonlít olyan szempontból a Sherlockra, hogy modern időben játszódik Angliába, és a komolyabb részek tényleg komolyak és elgondolkodtatóak. Viszont itt van egy-két morális dolog is, ami elgondolkodhat az ember, illetve ha jól tudom, olyan elemek is, hogy mi van, ha rossz oldalon állunk, tehát különböző filozofálgatós dolgok, és hát meg annyi krimi. Kevesebb humor, mint a Sherlock Holmes-ban, de azért van minden. Nem kisebb rendező volt, jelen Brian Kirk a legtöbb epizódnál, ő rendezett egy csomó, talán már Rómát is, de nem vagyok biztos, de azt tudom, hogy Tudorokat, Boardwalk Empire-t és főleg Trónok harcát nagyon sokat rendezett, úgyhogy egy jó név a szakmában. No, de nézzük belülről, hogy vannak a DVD-k, ezt így ki lehet szedni, ez egy szép kis külső pak, viszont egy gond van vele, hogy szintén, ahogy a Sherlock Holmes-nál, és nagyon gyenge kis papír, viszont csak jól néz ki, egyszerű és nagyszerű. Itt láthatjuk benne a DVD-ket. Oh, bocsánat, tehát itt az első, meg nem tudok valamit mutatni, úgyhogy itt az első DVD, második. Hát ugyanaz a módszer, vékony DVD-s, mint a Sherlock Holmes volt, aminek már nagyon várnám a folytását, harmadik. Igen, és ugye a Sherlock Holmes első évada már jó régen meg ilyen DVD-n, és a második évada mindenki várja, és válaszol a harmadikat is kiadhatnák, a külföldön már kijött, azt hiszem. De szóval mindegy, lényeg az, hogy nézzük a Luther DVD-t tovább. Látható két rész, rövid leírással, nem fogom el spoilerezni, mert nézzük meg. Basszus, kulcs. Kinyitottam a DVD-t is, kiesett belőle majdnem a DVD. Hát igen, ez a hátránya, látjátok. Ennek a vékony DVD kiadása, nagyon gyenge az egész. És így kiesett a DVD is, hát ez a minden baja. Ez a hátrány. Azon kívül, hogy ennek van a pozitívuma is, ennek a vékony kiadásnak könnyen felhető, könnyen átlátható, olcsó kiadás, stb. Látjátok a második DVD-t, de hát nagyon gyengetok is, illetve a DVD-s, hogy láthatok, hogy kiesett az elsőnél. Kicsit nehéz is kinyitni egyébként, egyszerűen talán a vékonysága miatt. Jó, ha van egy DVD. Ez egy nagy hibája ennek a kiadának, ezen kívül hatalmas. Annyi egy kicsit több extra kéne rá, itt is két epizódban, ami az előzőeknél, ugyanis Sherlocknál legalább volt egy így készült, itt még az sincs, ha jól tudom. Nem nézem még egyszer, hogy minden rendben. Jól van. De hát, miért a berakni nehéz egyszerre a hármat belerakni, nem könnyű feladat. Vele lehet, csak azért nem olyan egyszerűen gondolná az ember. No.
Hát ennyi, amit akartam erről a kis kiadványról. Jó kiadvány, 2500 forintért nekem megérte megbeszerezni, de továbbra is azt mondom, hogy mind ennél, mind a Sherlocknál azért egy picivel jobb tok, és egy picivel, legalább egy picivel vastagabb DVD, egy rendes, erős tokkal, és jó DVD tartóval azért elkérne. Tehát azért ez hosszú távon is, főleg, hogyha rövidebb sorozatokról van szó, tudsz megnézni az ember, nem tetszett neki, és itt ez hát következményekkel járhat a tekintetben, hogy valami hiba történik el, megkarcolódik, eltörik a lemez akár, vagy a tok megy szét, vagy a külső tok fog még elképedni, tehát azért vannak hibák. De ez mind olyan technikai idézőben hiba, ami a készítés során készült el, és a spórolás tekintetében. Tehát igazából ezt a sorozatra rávetni, vagy úgy konkrétan a DVD, egész DVD kiadásra negatívunk, én nem tudom, ezt inkább a készítőknek egy pici sarra, de hát itt takot sem eladni, tehát ilyen szempontból megörüljön a vásárló, úgyhogy ez egy ilyen sem lehet se nélkül egy paradoxon gyakorlatilag, de az a lényeg az, hogy legalább elérhető az első évad a Luthernek, pedig a Luther itthon nem annyira népszerű. Ezért is csodálkoztam, hogy ezt a DVD kiadványt kiadták. De hát örüljünk neki, a minőségre lehetett volna tehát javítani, de ezt kaptuk. Azt mondom, örüljünk ennek is. Búcsúzom tőletek, sziasztok!